Parádésan telt a múlt hete a Magyar Futball Akadémiának, hiszen az U17-es gárda többek közt a Real Madridot is legyőzve megnyerte felcsúton a Puskás Suzuki kupát, míg az azóta már bajnoki címet is ünneplő U15-ös alakulat Németországban végzett veretlenül az első helyen egy nagyon rangos nemzetközi tornán. A sikerek után bő egy héttel beszélgettünk a csapatok vezetőedzőivel. Mindig az előttünk álló feladatokra koncentrálunk. Igen, valóban most éppen a bajnoki hajrában vagyunk, és most erre helyezzük a hangsúlyt, a fókuszt. Mind a mellett természetesen örülünk neki, hogy ilyen komoly sikerrel tudtuk zárni újfent a Suzuki kupát. Ez egyébként fizikailag mennyire terheli meg a játékosokat, hogy egy ilyen komoly torna után gyakorlatilag azonnal folytatódik is tovább a pontvadászat? Nem csak a mérkőzések fizikai, hanem szellemi megterhelése is igen magas, hiszen olyan külső érdeklődés van a torna iránt média részről is, hogy meg egyfajta tévés szereplés is hozzájárul, ami elég komoly stressz helyzetet is teremt a játékosoknak. Azt gondolom, hogy egy Gent, egy Göte, IFK Göteborg, egy Lokomotív Moszkva, egy AC Alkmár, és akkor sorolhatnám a német csapatokat is, elég komoly volt a felhozatal, tehát nem egy zsíros kenyér torna volt, hanem elég komoly nemzetközi tornát sikerült megnyerni. Igazából nem fogalmaztunk meg célt, tehát nem volt az, hogy fú, jussunk be a legjobb nyolc közé, fú, most ezt most nyerjük meg, most fú, most dobogó, most érem, hanem kimentünk, és akkor azt beszéltük meg, hogy hozzuk ki az egészből a maximumot, ami benne van. Hogyha tudunk nyerni, nyerünk, ha nem tudunk nyerni, mi jobbak az ellenfelek, akkor csak mutassuk meg, hogy jól szerepelünk, tehát hogy jók vagyunk, itt is meg kell tudni mutatniuk. Azért lettek kiválogasztva, hogy nemzetközi szinten is tudjanak teljesíteni. Te személy szerint egyébként hogyan élted meg ezt a sikert? Ugyanolyan pozitív volt, mint az előző 6 esetben, amikor döntőt játszottunk, tehát abban a örömben lehetett részem, hogy mind a 6 döntőnél ott voltam, és azért ebből a 5 győzelem aránya, igen, pozitív mérlegnek tekinthető. Igen komoly külföldi csapatokkal is sikerült megmérkőzni, elég ha csak a Real Madridot említem. Milyen tapasztalatokat lehetett leszűrni? Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ezek kisebb fajta csodának számítanak, hogy egy Honvéd utánpótlás csapata a Real Madrid utánpótlás csapatát le tudja győzni, hiszen a két klubnak a lehetőségeinek a tárháza nem nagyon említhető egy lapon, tehát ezek mind-mind erőnfelüli vállalások és teljesítések, és ez csak a csupa szív hozzáállásnak köszönhető. Hát én azt mondom, a merítési lehetőségen látszik, hogy Real Madridnak a kiválasztási rendszere az sokkal grandiózusabb, mint a Honvédé. Tehát ha jobb játékosokat tudsz megtalálni, megnyerni magadnak, akkor magasabb minőségű játékot, gyorsabb tempójú játékot tudsz megvalósítani. Na nézd, ezt így megfogalmazni konkrétan. Ugye például a hollandok meg a belgák, azok egyénileg előttünk járnak képességekbe. De viszont mint csapatjátékban viszont mi voltunk a jobbak. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy mint csapat mi voltunk a legjobbak, de egyéniben azért, például a belgáknál meg a hollandoknál azért voltak a játékosok, akik nálunk nincsenek. Hazajöttetek és lendületből megnyertétek a bajnokságot is. Igen, ez így van, attól függetlenül még egyszer mondom, ez egy éves teljesítmények a tükre. Most az utolsó két meccsen úgy alakultak az eredmények, hogy az utolsó két meccsen egy pontot kellett szerezni, hogy bajnokok legyünk. Most hétvégén Nyíregyházán volt ez a mérkőzés, az első, itt egyből sikerült is nyerni, és akkor innentől kezdve ez eldőlt. Az utolsó meccs az már csak azt, hogy megőrizzük a jó teljesítményünket, de igazából a mérkőzésnek tétje olyan szempontból, hogy helyezés szempontjából nincsen. Jön a bajnoki hajrá, hogy áll a csapat, illetve mi a cél itt az utolsó pár fordulóra? A hajrá az élessé vált az MTK elleni sikerünkkel. Úgy látszik, hogy ezek között a két csapat között dől el a bajnoki cím sorsa. De itt sem a bajnoki cím a elnyerése a feladatunk, hanem az, hogy ezeket a rájátszásban lévő
mérkőzéseket felhasználjuk arra, hogy éles helyzetbe, tét helyzetbe gyakoroljanak a játékosaink, és felnőtté válás útján szépen lépegessenek előre.